az Apró Lábak Táns csoport műsorával kezdődött a Hősök Napi Megemlékezés Kismányokon. A Magyar Hősök Napját május utolsó vasárnapján tartják Magyarországon. Az ünnepen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki beszédében kiemelte, a katonák hősi példát mutatnak a mai generáció számára. Kismányokon 2003 óta minden évben az önkormányzat szervezésében emlékezünk meg, és ezért kifejezetten hálával tartozunk nekik, hiszen egy kicsiny településről van szó, és mégis nagyon szép ez a példa, hogy ők megemlékeznek. Simon László, Kismányok polgármestere beszédében azt emelte ki, hogy a Hősök Napja nem marad el a legnagyobb nemzeti ünnepektől. A polgármester azt reméli, ezzel az ünneppel jó példát mutathatnak a fiatalok számára abban, hogy fontos tisztelni a hagyományainkat és megemlékezni háborús hőseinkről. Olyan időket élünk, ami nem engedheti meg azt egy önkormányzatnak, hogy azokra a falubeli hősökre ne emlékezzen, akik ugye a legdrágábbat az életüket adták az első és a második világháborúban, illetve ugye akik a gulágon vesztették életüket. A megemlékezés végén az egybegyültek megkoszorúzták az első és a második világháborúban, valamint a szovjet gulágon elhunytak emlékművét. Csak úgy, mint Szekszárdon, ahol az első világháborús emlékműnél kezdődött az ünnepség. A megemlékezésen Ács Rezső, Szekszárd polgármestere azt emelte ki, nem állhatnánk most itt, ha ezek a katonák nem adták volna az életüket az országért, ha az otthon maradt családtagok nem tartottak volna ki, és biztosították volna a hátországot. Van kiknek köszönetet mondanunk mai szabadságunkért. Közel 100 000 elesett katonát keresnek az egyesületek a határon kívül, döntően Ukrajna területén, mert máig nem találták meg a holttestüket. Tolna megyében is több ezer családot érint ez. Többek között ezért kezdeményezte 18 évvel ezelőtt a Honvéd Hagyományőrző Egyesület a Magyar Hősök emlékünnepének megtartását, és emléktáblákat is több helyen avattak emiatt. Szekszárdon például 7 helyen lehet leróni tiszteletünket a hősi halottak táblája előtt, mondta a megemlékezésen Kovács János, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület szekszárdi elnöke. Nekünk hagyományőrzésnek akkor van vége a háborúnak, amikor nemzetünk harcjelenlését katonáit meg nem találtuk, és katonai tiszteltetésre el nem temettük. Ezt Tolna megyébe kb. 16 ezer embert érint, amelyik a 1943-es áttöréskor veszteségünk volt. Ilyen ágyukkal is lőttek Bonyhádon, ahol a Hősök Napjához kapcsolódva lánglovagok és katonai hagyományőrzők napját tartottak, közel 160 katonai és 22 tűzoltó egyesülettel. Először is az motivált minket, hogy adjunk az embereknek egy olyan fajta kulturális örökséget, aminek a szellemiség egyezik a mi gondolatunkkal, például az, hogy ahogy te is mondtad, hogy legyen tűzoltó vagy katona, de legfőképpen az, hogy a hagyományainkat tudjuk őrizni. Hisz maga a tűzoltás is egy hagyomány, és a katonaság, és a katonaságból adódó hagyományőrzés is ugyebár egy nemes célszolgáló hagyomány. A szervezők azt mondták, az volt a céljuk a háromnapos rendezvénnyel, hogy közelebb vigyék a fiatalokhoz a rendőri, tűzoltó és katona hivatásokat, és megismertessék velük a hadászati történelmet.